Köszöntöm kedves nézőinket itt a Navigátorban. Kossuth díjjal tüntették ki március 15-e alkalmából a művészeti kar két oktatóját. Baráti Kristóf hegedű művész és Kisbé Attila operaénekes vehették át az állami kitüntetést nemzeti ünnepünkön. Március 15-e alkalmából több egyetemi oktatót, kutatót is elismertek, közülük most a Batthyán Stratmann László díjat átvevő dr. Círiák Lászlót, a reumatológiai és immunológiai klinika igazgatóját, és dr. Ertl Tibort, a szülészeti és nőgyógyászati klinika egyetemi tanárát mutatjuk be önöknek. Batthyán Stratmann László díjat kapott március 15-e alkalmából dr. Círiák László, a Pécsi Tudományegyetem reumatológiai és immunológiai klinika igazgatója. Círiák László az egészségügyi ellátás fejlesztése terén szakmai közszolgálati munkájában elért kimagasló teljesítménye elismeréseként kapta a kitüntetést, két dologra igazán büszke eddigi pályafutása során. Két lényeges pont van, az egyik, én 1995-ben jöttem már Debrecenből, kaptam professzori kinevezést, és 2002-ben alakult meg a reumatológiai és immunológiai klinika, én már 12 éves, és hát tulajdonképpen én vagyok az alapítója ennek a klinikának, tehát ez korábban nem létezett az egyetemen. Ez az egyik, ami tulajdonképpen egy fontos tevékenység. A másik pedig, hogy 4 éven át az Európai Reumatársaságok Szövetségének a főtitkára voltam, és nem nagyon szoktak kelet-európaiak sokan részt venni, tehát ez egy pár évvel ezelőtt volt. Ezt szintén nagyon fontos dolognak érzem. A szisztémás autoimmunbetegségekkel, azaz az egész szervezetet érintő gyulladásos megbetegedés csoporttal foglalkozó professzort tervekről is kérdeztük. Egy európai színvonalú klinika is egy Európában elismert klinika, mindössze 12 éves és mégis. Ennek a színnek a fönntartása nagyon nehéz ma, tehát én nem szárnyalni szeretnék, hanem ezt a jó színvonalú ellátást, beleértve a 3 nyelven való oktatást, kutatás eredményeink is nagyon jók, ennek a fenntartása már egy nagyon nagy eredmény lenne. A Batthyán Stratmann László díjas professzor orvosi szakvizsgája óta foglalkozik az immunológiával, közel 2 évtizede dolgozik a Pécsi Tudományegyetem berkeiben. Batthyán Stratmann László díjat kapott dr. Ertl Tibor, a PTL Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanára. Az egészségügyi ellátás fejlesztése terén szakmai, közszolgálati munkájában elért kimagasló teljesítményéért, aki áttekintve eddigi életművét a következőket emelte ki pályafutásából. Talán a legsikeresebb periódus az az volt, amikor a klinikán kialakult a neonatológiai tanszék. A neonatológiai tanszék megújult szerkezetében egy pályázat révén az egyetem 460 millió forintos műszerfejlesztésben részesült, amelynek egy jelentős része itt a klinikán valósult meg, és nagyon fontos az is, hogy az ember a munkatársait, akik majd átveszik a stafétabotot, milyen munícióval engedi útjára. Jelenleg 8 orvos kollégával dolgozom, mindenkinek gyermekgyógyász és neonatológiai szakképesítése is van, és 3 közülük tudományos minősítéssel is rendelkeznek. Tehát én úgy gondolom, hogy itt helyben az, hogy a szegényesen felszerelt újszülött osztályból egy jól felszerelt és magas szaktudással rendelkező orvos kollektívával folytatja a munkáját, ezt mindenképpen örömmel nyugtázom. De a másik nagy dolog szerintem a mi szakmai elismerés az az, hogy a szakmai kollégiumi rendszerben a neonatológiai tagozat vezetésével bízott meg az államtitkár, tehát országosan is rengeteg teendő van, hogy ezt a kis szakmát megfelelő szintre hozzuk fel. Közszolgálati tevékenységéből általános szak- és továbbképzési DK-helyettesként végzett tevékenysége volt a legmeghatározóbb, emellett az oktatás és a fiatalok továbbképzése mindig különösen fontos volt számára. Nagyon fontos az, hogy az ember önzetlenül segítse a fiatalokat. A mi korunkban már nem nekünk kell az első szerzőnek lenni, nekünk kell adni tudományos témát, kutatási területet a fiatalabb kollégáknak. Ezt a kutatási munkát irányítani kell, segíteni kell, támogatni kell. Ezt a fajta segítőkészséget én szeretném, hogyha minél többen gyakorolnak, hiszen amit mi elültettünk magot, abból nőjön inkább nagyon fa, mint amilyenek mi voltunk vagy vagyunk.
Ertl Tibor fő kutatási területe a neonatológia, vagyis az egészséges és a beteg újszülöttek élettanával, kórtanával foglalkozik. 2001 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, több mint 3 évtizede dolgozik Pécsett a szülészeti klinikán. Magyar Kupa győztes a Peac Pécs 65-61-re legyőzték az Unica Euroleasing Sopront. A Peac másodedzője Imre Ajtony és a győztes csapat egy játékosa Fürész Diana a vendégünk. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban. Sziasztok! Egy-két nap telt el a mérkőzés óta. Mennyire ülepelett bennetek? Mit gondoltok, hogy mi volt a titka a győzelemnek? Ajtony. Hogy mennyire ülepedett le? Hát őszintén bennem még azért annyira nem. Nekem ez egy nagy sikeri a pályafutásomban, úgyhogy még egy pár napnak szerintem el kell telni, hogy Isten igazából, hogy tudatosuljon bennünk, hogy milyen eredmény ez tulajdonképpen. A sikernek titka azért elég összetett. Én úgy gondolom, hogy egy folyamatos, szisztematikusan felépített munkának az eredménye. Díja, te hogy érzed? Ez az első aranya ennek a formációnak. Igen, amikor tavaly ugye ide szerződtem Sopronból, akkor elég nehéz döntést hoztam meg, mert tényleg az ország legjobb csapatát hagytam ott, és megmondom őszintén, hogy a legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy másfél éven belül már egy aranyérmet ünnepelhetek. Én még abszolút nem fogtam fel, hogy megnyertük, és főleg az, hogy megvertük ezt a Sopront, illetve előtte egy nagyon nehéz negyed döntőn voltunk túl, tehát nagyon könnyen benne volt a levegőben, úgymond, hogy első nap már haza kell jönnünk, és ehhez képest ugye végigvittük azt, amit szerettünk volna, és elterveztünk. Ugye 3 mérkőzés volt folyamatosan egymás után. Hogyan tudtatok szellemileg, testileg a toppon maradni? Az első mérkőzés nagyon sokat kivett belőlünk, ezért volt fontos az, hogy megbeszéltük, hogy a másodikat úgy kezdjük, hogy minél hamarabb döntésre vigyük azt a mérkőzést. Ezt a Sopronnak is egyébként egy könnyű meccs volt az elődöntő, a sorsolás szeszélye folytán. Illetve a fiataljaink, akik egész évben ugye velünk edzettek, illetve kaptak bőven lehetőséget, ők nagyon jól éltek ezzel, hogy szombaton övéké volt a pálya, úgymond, és nagyon sima mérkőzésen játszottak ezzel, óriásit segítve nekünk, hogy a mi kulcsjátékosaink pihenhessenek. Ugye neked volt egy sérülésed, hosszabb pihenő után tértél vissza, te a magad játékát hogy értékeled itt a döntőben? Én szerettem volna úgymond biztosra menni, tehát ez egy annyira hosszú idő volt gyakorlatilag, mint amikor nyáron leállok másfél hónapra. Csak olyankor az embernek van másfél hónapja, hogy tétmeccset játszon és felépítse magát. Nekem most volt erre 2 edzésem, hogy egy olyan minimális szintet hozzak, úgymond, amivel tudom segíteni a csapatot. Úgyhogy tényleg arra figyeltem, hogy védekezésben megoldjam a feladatomat, illetve hogy tehermentesítsem a többieket abban a 15-20 percben, ami egyébként így is túlszárnyalta azt, amit gondoltunk, mert én nehezen tudtam elképzelni, hogy ennyi időt fogok tudni a pályán tölteni ilyen hosszú kiegyás után. Ajtony Zsejko azt nyilatkozta, hogy nagyon sokat köszönhet neked is ebben az időszakban. Hogy tudtok ti együttműködni? Milyen a közös munkátok? Néha nehéz, néha könnyű. Nyilván ez attól függ, hogy a szezonnak melyik részében vagyunk. Nyilván azért azt tudni kell, hogy Zsejkon az egy hatalmas feszültség és nyomás van, ami egy feszültséget vált ki többször belőle. Nekem valamilyen szinten ezt azért tudni kell kezelni, és hát azért ez a feszültség, mivel egyszer-kétszer ráragad, azért ezt valamilyen szinten a játékosok felé nekem ezt tompítanom kell. Én próbálok valahogy így labírozni ő és a játékosok között. Eddig úgy érzem, hogy sikerült megoldanunk, és a Magyar Kupa győzelemben talán ez is benne van, hogy egy olyan összhangban dolgoztunk a játékos, edző, másodedző és az egész stáb, hogy ezt az eredményt eredményezte ez a munka. Ugye a nagyszünetben nagyon fej-fej mellett volt az állás, 35-34 volt, ha jól tudom. Mit mondott az öltözőben, akár te, Ajtony, mit mondtál, akár az edző, mit mondott nektek? Volt-e valami olyan taktika, vagy olyan bármi instrukció, amit még mondott a nagy hajrá előtt? Előzetesen beszéltünk meg egy taktikát, hogy mihez próbáljuk tartani magunkat az első, illetve a második félidőben, és szerencsére úgy alakult a játékképe, hogy nem is kellett ezt megváltoztatni, úgyhogy csak gyakorlatilag annyi hangzott el, hogy folytassuk azt tovább, amit elterveztünk, illetve amit csinálunk. Ugye a bajnoki még vissza van. Mi az, amire elég lehet ez a teljesítmény? Milyen várakozások vannak előttetek? Azért azt tudni kell, hogy egy siker azért egy csapatból emocionálisan hatalmas tölteteket von el. Nyilván most a lányok kaptak azért pihenő napokat, ami talán elegendő lesz arra, hogy feldolgozzák ezt a sikert. A motiváltságuk 3-4 nap után ismét megjöjjön arra, hogy ismét edzésbe kell állniuk.
Ez az egyik része a dolognak, másik pedig én úgy gondolom, hogy ők azért profi játékosok, és tudják ezt kezelni, hogy előttük még nagyon fontos feladatok vannak a visszalévő 5-6 hétbe, a bajnokság utolsó részére, ami annyit jelent, hogy a legtovább kell menni a bajnokságba, pláne annak következményeként, hogy azért egy magyar kupát már sikerült nyernünk. Dia, te hogy érzed? Mi az, amiben elégedett lennél? Csatlakozom Ajthihoz abból a szempontból, hogy nagyon nehéz ilyenkor, megvan ennek a sikernek a buktatója is. Úgymond az ember hajlamos lehet arra, hogy kicsit elkényelmesedjen, és ez a bajnokság, ez most pont nem erről szól, mert iszonyatosan nehéz. Tehát annyira kiegyensúlyozott a mezőny, hogy az első 5 csapatból gyakorlatilag bárki bajnoki döntőt játszhat, és meg is nyerheti azt. Úgyhogy ennek megvan a veszélye, de remélem, hogy a lehető legjobban jövünk ki belőle, és ez egy olyan bizalmat fog nekünk adni, hogy nem kell senkitől sem félnünk, és szeretnénk megvalósítani az álmunkat, hogy bajnoki döntőt játszunk. Így legyen, és várunk titeket vissza a következő jó hírrel. Köszönjük szépen, hogy a vendégeink voltatok. Köszönjük szépen. Most pedig egyetemi hírekkel folytatódik a Navigátor. 10 doktoravató szenátusi ülést rendeztek a Pécsi Tudományegyetemen. A március 15-i megemlékezéssel egybekötött ünnepségen az egyetem tiszteletbeli díszdoktorává fogadta professzor Sandra D. Haynes-t, a Metropolitan State University of Denver dékányát, okleveles pszichológust, akinek fő kutatási területei az epilepszia neuropszichológiai aspektusai, alkalmazott viselkedésanalízis, valamint a nemiség kérdése a kezelésben és a felépülésben. Dr. Sandra D. Haynes közreműködött a Denveri Egyetem és a Pollák Mihály műszaki és informatikai kar közötti partnerkapcsolat kialakításában, ami azóta is gyümölcsözik. Szintén doktorett professzor honoris causa címet adományozott az egyetem professzor Herbert Küppernek, a Regensburgi Institut für Osztrecht igazgatójának, aki többek között 2013 óta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának külső tanácsadói testületi tagja, életműve, az állam és jogtudományi karért jelenleg is kifejtett tevékenysége, kimagasló segítőkészsége egyaránt méltóvá teszi a címre. Valamint a PTE díszdoktora lett Szidarovszky Ferenc, az Arizonai Egyetem professzora, akinek elméleti kutatásai felölelik a numerikus módszerek, dinamikus rendszerek, a játékelmélet, a többcélú programozás és a konfliktusfeloldás számos területét. A 2000-es évek elejétől mind a mai napig szoros kapcsolatot ápol a természettudományi kar matematikai és informatikai intézetével. A szenátusi ülésen az egyetem érdekében kifejtett kezdeményező, támogató tevékenysége elismeréseként Pro Universitate Quinque Clesiensi emlékszobrot és a PTE címerével ellátott aranykitűzőt vehetett át Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének főigazgatója, és dékán emeritus címet, valamint az egyetem pecsétgyűrűjét kapta Colin Foster, a művészeti kar egyetemi tanára. A hagyományokhoz híven az ünnepi alkalmon címzetes egyetemi tanári címek. Címzetes egyetemi docensi címek. Valamint habilitált doktori oklevelek átadására is sor került. Szintén nemzeti ünnepünk alkalmából doktori oklevelek átadására is sor került. A PhD fokozatot átvevő résztvevők ünnepélyes fogadalomtétellel erősítették meg alma máterük iránti tiszteletüket és a tudományhoz való elköteleződésüket. Az egyetem doktori bizottsága 13 tudományterületen összesen 50 doktori oklevelet adott át a Pécsi Tudományegyetem berkeiben. Az ünnepi alkalmat a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének műsora színesítette. Az MTA papszékházában rendezték a Nemzeti Agykutatási Program, azaz a NAP nyitó konferenciáját. A magyar kormány támogatásával induló 4 éves kutatási program elsődleges célkitűzése, hogy az agyi rendellenességek hatalmas társadalmi és gazdasági terhét felfedező kutatásokon alapuló új, megelőző eljárásokkal és terápiákkal csökkenteni tudják. A programot a Kutatási Technológiai és Innovációs Alap 12 milliárd forintos támogatásával valósíthatják meg a konzorciumi partnerek.
Az idegtudományi kutatások esetében ez egy igen jelentős támogatást jelent, ezzel arányosan nőni fog az eredményesség, nőni fog nem csak a publikációknak a száma színvonala, hanem Magyarország is igen jelentősen hozzájárulhat azokhoz a tudományos felfedezésekhez, amelyek új gyógyszermolekulák felfedezését eredményezhetik, vagy ami még fontosabb, a betegségek alapmechanizmusainak megismerésével elkerülési stratégiákat is felállíthat. A NAP két alapprogramból áll. Az A alapprogram stratégiai célja a már nemzetközi élvonalba tartozó kutatóhelyek megerősítése 10 intézmény konzorciális együttműködésével, köztük a Pécsi Tudományegyetemmel. A PTR-re egyelőre úgy tűnik 1,1 milliárd forint érkezik, de ez akár 1,7 milliárd forintra is megnőhet a NAP B alapprogramjával, ami új kutatócsoportok létesítését célozza, tehetséges külföldön élő magyar kutatók katalizálásával. De cél az is, hogy az agykutatási programban résztvevő, az egyetemeken oktató kutatók mentesüljenek oktatói feladatuk alól, és teljesen a kutatásnak szentelhessék magukat, derült ki a NAP nyitó konferenciáján. Nem hal meg az, ki milliókra költi túskért a csét, nem várt napja múlt, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomult, mely fennmarad s nőtönnő tiszta fénye, amely időben, térben távozik. Arany János Széchenyi emlékezete című művéből egy részlettel emlékezett Tóth József rektor emeritusra. Dr. Budis József, a PTE első embere, a tavaly elhunyt professzor tiszteletére rendezett emlékkonferencián. A PTE Természettudományi Kar Földrajzi Intézete és Földtudományok Doktori Iskolája szervezte hagyományteremtő konferencián a résztvevők Tóth József munkásságának mérföldköveihez kötődően a hazai térszerveződés, a térszerkezet és a változó magyar településrendszer aktuális kérdéseit vitatták meg. A PTE egykori rektora, a Földtudományok Doktori Iskola alapítója és hajdani vezetője mindig különös figyelmet fordított az oktatásra. Ő úgy tekintett mindig az oktatásra, hogy a szervezeti oldalon mit kell tenni ahhoz, hogy az eredményesebb legyen. Azt kell mondanunk, hogy az ő ötletei és kreatív javaslatai révén mindenkor a tantervi reformjainkon keresztül meg tudtunk jelenni olyan meglepetésekkel, ami a hallgatók szempontjából nagyon fontos volt. Ezek a tantervi reformok szinte folyamatosak voltak, és hát a geográfus, mint szakma, amit nagyon nehéz elismertetni a piacon, csak ilyen speciális tudásokkal felvértezve maradhatunk életképesek, és ezt neki köszönhetjük. Az emlékkonferenciához kötődően a BTK-TTK Kari Könyvtár felvette Tóth József nevét. A rendezvényen leleplezett dombor mű és emléktábla jelzi a szakkönyvtár névadását. A neves geográfus még életében felajánlotta 12 000 darabos könyvtárát az egyetem számára, így most a gazdag könyvgyűjtemény is az egyetemi könyvtár és a Tóth József bölcsészettudományi és természettudományi szakkönyvtárba került. Jó napot, barátaim! Üdvözlet! A jelenet a világhírű Patch Adams életét bemutató filmből való. A népszerű orvos nem a biztosítási alapokon nyugvó, alternatív egészségügyi ellátás elkötelezett híveként vált ismerté, és nevetéssel gyógyít. Előadásaival járja a világot, most először járt Pécsett. Eddig 120 ország orvostanhallgatóival beszélgettem, és azt látom, hogy manapság hiányzik valami az orvosokból. A szeretetet és a gondoskodást egyetlen egyetemen sem tanítják meg a világon. Felmerül a kérdés, hogy akkor ugyan mi a jutalom azért a sok-sok tanulásért. Ezt szeretném közvetíteni, hogy a jutalom a szeretetben és a gondoskodásban rejlik. Erre szeretném inspirálni a fiatalokat. And the word most often used was inspiration. Patch Adams az általános orvostudományi kar hallgatóinak tartott előadásával arra ösztönözte a hallgatókat, hogy betegeikkel legyenek könyörületesek, elmélete szerint ennek alapja a humor és a játékosság, ami elengedhetetlen a test és a lélek gyógyítása során. Második alkalommal rendezték meg a Pécsi Akadémiai Szalont a Papszékházban, mely fórumot ad a résztvevőknek Pécs és a régió gazdasági és kereskedelmi fejlődési lehetőségeiről való együttgondolkodásra.
A szalon a kultúrával, a tudománnyal és művészettel foglalkozók számára kíván lehetőséget adni az együttműködésre, a közeljövő és a következő generációk boldogulása érdekében, vagy a szalon életre hívója. Ez egy kivételes alkalom, hogy van itt egy olyan szellemi örökség, amit meg kellene próbálni valahogy hasznosítani. Ez volt az indulási gondolat, és erre jöttünk össze egy baráti összejövetel. Azok, akiknek a tevékenysége látható kívülről, illetve akik olyanokat tudnak csinálni, ide tudnak hozni kívülről embereket. A tavaszi szalon Pécs és a Dél-Dunántúli régió turisztikai potenciáljait és fejlesztési koncepciójának aktuális helyzetét vette górcső alá. Bánkuti Péter az Irány Pécs turisztikai non-profit Kft. Igazgatója és Pálné dr. Kovács Ilona akadémikus gondolatébresztésével. Arra keresték a választ, mivel lehetne a régió szellemi, kulturális, tudományos adottságaiból ipari és gazdasági előnyt kovácsolni, fokozva vonzerejét turisták és befektetők számára egyaránt. A közös szellemi tőke ápolása az őszi félében is folytatódni fog, amikor a szalon újabb aktuális, a várost és a régiót érintő kérdésekre keresi majd a választ. ...1367-ben Magyarországon először Pécset alapítottak egyetemet. A középkori egyetem felújított épületét ünnepélyes keretek között adták át. Dr. Bódis József egyetemünk rektora szerint az egyetem alapítás Magyarország történetének kulturpolitikai sorsfordulója volt. 1367-ben az első egyetem megalapításával az ország letette a voksot, a fejlődés, a progresszió, a haladás előtt. Az ünnepségen kiemelkedő tudományos munkájáért Vilmos püspökdíjjal tüntették ki dr. Kovács L. Gábort, a Pécsi Tudományegyetem professzorát, és az ifjú tehetségeket megillető Márk Tamás díjat kapott Szabó Attila, matematika és fizika versenyeken elért kimagasló eredményeiért. 1367-ben több oka is volt annak, hogy Magyarország első egyetemét, Pécset alapították. Itt voltak adottak a feltételek, két dolgot emelnék ki közülük, az egyik magának Vilmos püspöknek a személye, mert nem csak püspök volt, hanem mondhatnám azt is, hogy Nagy Lajosnak a diplomatája volt. A másik elemet meg ki kellene emelni, amit sokan nem tudnak, hát Pécs az ország leggazdagabb püspöksége volt, és az esztergomi érsek után a pécsi püspöknek a jövedelme volt a legjelentősebb, és hát fenn kellett tartani, működtetni kellett az egyetemet, és hát én azt gondolom, hogy megint mai szóval mondva, hát nyilván ide kellett csábítani azt a néhány jelentős oktatót, akiről tudjuk, hogy itt tanítottak. A Pécsi Tudományegyetem már készül arra, hogy 3 év múlva méltó módon ünnepelhesse a 650 éves évfordulót. És a Maci alszik, így már nyugodtan megműthetik a Tedi Maci Kórház családi nap apró látogatói. A tavasz beköszöntöttével ugyanis ismét megrendezte népszerű programját a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara és a Magyar Orvostan Hallgatók Egyesülete. A kicsik ez alkalommal is elhozták Maciukat, hogy a lelkes orvospalántákkal közösen gyógyítsák meg őket. Kedvenceik egytől egyig a legmegfelelőbb ellátást kapták. Majd a lábát, mivel meg van zúzódva, majd egy kicsit fel kell emelni, és fontos, hogy fekvő helyzetben legyen. A családi napon volt elsősegély oktatás és rajzversenyre is lehetőség nyílt, Rebekához utóbbi állt a legközelebb. Tudok szépeket rajzolni, még házat is tudok. És tudok még valamit, tudok ilyen ajót. Kivágod a kettő sok szélét, aztán meghajtod, oda ragasztod, és ennyi. És akkor meg kell rajzolni.
A Teddy Maci Kórház önkénteseinek segítségével a fogápolás szabályait is megismerhették a kicsik. Minden program azt célozta, hogy a fehér köpenytől és az ártalmatlan orvosi eszközöktől való félelem feloldódjon a gyerekekben, megmaradjon az orvostudomány iránti érdeklődésük, és egészségre neveljék őket már egészen kiskorban. Megnyílt az Art & Med kulturális központ a Nádor galériában. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara és az általános orvostudományi kar összefogása eredményeként a két kar a jövőben közösen működteti majd a központot. Szeretnénk minél szélesebb hallgatói közönséget megszólítani, és szeretnénk olyan összetett kulturális programokat ajánlani az egyetem hallgatóinak és polgárainak, amely túlép egy tűzébe egyszerű galériának a körvonalain, illetve lesznek olyan kulturális rendezvények, amelyek közösen fognak megvalósulni. Például tervezzük, hogy a filmklubot, a két kar filmklubját azt időnként majd összevonjuk, és itt fogjuk megtartani, zenés estek fognak megvalósulni reményénk szerint. A kulturális központ megnyitójával egy időben egy kiállítás megnyitójára is sor került. A Plusz című bemutatkozó tárlat a művészet és az anatómia érdekes találkozása. Míg az egyik teremben képzőművészeti munkák, addig a másikban az anatómiai intézet anatómiai rajzai láthatók. A jövőben a két kar együttműködésével a Nádor Galéria közös és különálló egyetemi rendezvények helyszíneként fog szolgálni. A két kar közötti együttműködés ezáltal újabb szintre emelkedett, ami már a városlakók részére is láthatóvá válik. Sikeres hónapon van túl Berta Dániel, a PTE Peac PSN ZRT párbajtőrözője. Februárban a budapesti Heraklész Junior világkupán végig nagyon magabiztosan vívott, majd a döntőben egyetlen tussal maradt alul szintén magyar ellenfelével szemben. A döntőben elszenvedett vereség ellenére Dani kifejezetten elégedett az ezüstéremmel. Abszolút, ez volt az eddigi legjobb Heraklész világkupa eredményem, a korábbiak azok a legjobb 32 maximum, úgyhogy ez a második, ez abszolút a legjobb, úgyhogy ennek nagyon örültem. Ezután a jeruzsálemi junior Európa bajnokság következett. Dani jól kezdett az egyéni versenyben, de nem sikerült a legjobb 8 közé kerülnie, miután 15-12-es arányban maradt alul azzal a Hamar Balázzsal szemben, akivel később csapatban együtt vívtak. Egy kicsit sajnáltam, abszolút tényleg nagyon jól indult a nap, jó kör, jó csoport. A táblán is jó asszókat vívtam, két ellenféllel, és a Hamar Balázs sajnálatos módon megállított. Nehezebb is volt, mert ismerjük egymást minden mozdulatát szinte, úgyhogy nehéz volt új dolgokat kitalálni, de jobban ott volt fejben. A csapatversenyben azonban nem volt megállás. Bertáik maga biztosan verték Törökországot, Franciaországot, Spanyolországot, majd a döntőben Ukrajnán kerekedtek felül 45-36 arányban. Dani szerint a csapattitka az, hogy egy jól összeszokott társaságról van szó, melynek tagjai már régóta együtt vívnak. Ez egy nagyon jó csapat, nagyon erős csapat, és tehát mindenki egy szinten van, úgyhogy fantasztikusak voltunk, mindenki nagyon jól vívott. Berta Dániel már az áprilisi bulgáriai világbajnokságra készül, ahol szerinte a csapat képes lesz az Európa-bajnoksághoz hasonlóan kimagasló eredményt elérni. Kedves nézőink, Önök Navigátor című műsorunkat látták. Legközelebb két hét múlva várom Önöket egyetemi hírekkel, kutatásokkal, érdekes emberekkel. Addig is korábbi adásainkat és Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkat megtalálják az interneten. Viszontlátásra!